És bánatkönnyek, óriási bukások, dübörgő motorok, számtalan emléket őriz az elmúlt évtizedekből a Gázvezeték utcai salakmotorpálya. Az ezeket bemutató különleges helytörténeti tárlat a Mélius Juhász Péter könyvtár szervezésében a Speed Wolf Debrecen Speedway Team együttműködésével jött létre. A Gázvezeték utcai salakmotor stadion története című kiállítás a Freedom közösségi házban látható. 1970-ben már elkészült a Gázvezeték utcai salakmotor stadion, mégiscsak 1971. április 4-én rendezték meg a hivatalos pályaavatót. Ezt követően folyamatosan rendeztek itt versenyeket. A hagyományos augusztus 20-ai Debrecen nagydíj viszont csak 1975-ben került át ide, az akkori Nagyerdei stadionból. A magyar salakmotorsport legsikeresebb versenyzője a Dorján Zoltán, akit sok kedves emlék köt a Gázvezeték utcai létesítményhez. Mi ott nőttünk fel a pályán, reggel már 7 órakor ott voltunk, megnyitottuk ki a kaput, és este 7 órakor úgy kellett kizavarni minket a pályára, mert ott voltunk állandó, de nem volt internet, meg ilyesmi, aztán ott éltük az életünket, csináltuk a pályát, traktoroztunk, beültünk teherautót, tehát óriási volt, mi minden kis motorokkal a tetőn motoroztunk, ami rosszaságot meg lehetett csinálni, megcsináltunk minden zsiványságot, amit csak lehetett. Ez Adorján Zoltán versenymotorja és felszerelése. Többek között ezt is láthatták azok, akik részt vettek annak a helytörténeti kiállításnak a megnyitóján, ami a ma már Perényi Pál nevét viselő felújított létesítmény történetét mutatja be. Volt egy nagyon nagy korszak a debreceni Golánnak köszönhetően, hiszen az Egyesület építette annó 11 millió forintból ezt a stadiont. Utána, amikor a Volán már nem a régi fényében pompázott, akkor jött egy hullámvölgy. Akkor átvették olyan emberek, akik szeretik a sportot, viszont olyan anyagi bázis nem volt mögöttük, mint egy nagy cégnek. Újságcikkek, fotók, plakátok repítik vissza az érdeklődőket az időben egészen a kezdetekig. A dicső múlt után a jelen és a jövő is biztató, hiszen folyamatosan fejlődik a stadion, évről évre fejlesztik, korszerűsítik. A salakmotor versengés nem csak Debrecen életében, hanem Magyarország életében nagyon fontos szerepet tölt be. Debrecennek a sportnak az egyik magyarországi fellegvára. A tárlat november 3-áig látogatható a Gázvezeték utcai Freedom közösségi házban.